A folytatásban is az Eventus üzleti művészeti középiskolával foglalkozunk, hiszen közeleg a nyílt napjuk, illetve a kiállításaikról is beszámolunk. Stúdiónk vendége az intézmény vezetője Sajtos Attila, illetve művész tanára Koslár Tamás. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye az imént láthattunk egy összefoglalót egy rajzversenyükről. Összességében hogyan sikerült, hogyan látják? 18. alkalommal rendezte meg az iskola a országos rajzversenyét. Ez van, hogy mindig fontos az, hogy elhangzott, hogy fölelevenítsük Gárdonyi Géza örökérvényű alkotását, az Egri csillagokat, mint regényt is, és mint azt a témát, amit meg lehet formálni, illusztrálni lehet. Azt gondolom, hogy nagyon jó, mert a 18. alkalom az visszatekintés volt arra, hogy szeretnénk tovább is ezt folytatni, hisz segít abban, hogy a tehetséget fölkaroljon, ami az iskolában nagyon meghatározó szempont. Másrészt pedig az is, hogy megismerjék ismételten a várost. Hiszen a Gárdonyi örökérvényű művén keresztül a diákok eljátogattak ide. Volt vendégünk Kolozsvárról, Felvidékről, Dorogról, tehát az ország különböző pontjairól érkeznek a növendékek, és ez egy hagyomány, amit szeretnénk tovább éltetni. Tovább éltetni azért is, hisz ez év lesz a 130. éve Gárdonyi Géza halálának, és ez fontos számunkra, hogy ez a verseny fönnmaradjon, egyrészt történelmi, illetve irodalmi hagyományok tekintetében, és meg a tovább lépés oldalán is. Neked szerintem azért is jó, mert a kötelező olvasmányt közelebb viszi hozzájuk, ami ötödikben, azt hiszem ötödikben kötelező, és ugye nem annyira van kedvük alapvetően elolvasni, így legalább azért ráveszi őket. Igen, akik eljönnek, azok mindig a rajzhoz, a vizualitáshoz közelebb álló növendékek, tehát érdeklődők, akik szeretnék megmutatni magukat, főképp a tehetséggondozás egyik szempontja a versenynek, felkarolni és segíteni abban, hogy elinduljanak egy pályán, hisz az iskola egy művészeti középiskola. A legfontosabb dolog az, hogy a vizuális tehetséggondozás fölkarolja és segítsé. Tanárul fog róla beszélni, azt láttam a mostani kiállítás kapcsán is, és a mai zárókonferencián is, hogy nagyon-nagyon sok olyan diákunk van, aki ebben a műfajban, a képző és iparművészetben ki tud bontakozni, meg tudja önmagát mutatni, és el tud indulni. Ez úgy hívjuk kreativitás. A kreativitás az, ami szerintem a 21. század egyik meghatározó kompetenciája lesz, és segít abban, hogy tovább lépjen. Segít abban is, hogy megismerjék a intézménynek a belső légkörét, a nyitottságát. És ez a verseny ebben a dologban is egy támpont a diák számára, hogy milyen irányba menjem, és merre vigye az útja. Ugye, számos kiállítás színesíti az intézménynek az életét. Jelenleg milyen munkákat láthatnak az érdeklődők a Vitkovics házban? Így van, most még a héten zárul egy kiállításunk, még péntekig megtekinthető a Vitkovics alkotóházban. Ennek az a címe, hogy mert fény van minden tárgy fölött. Ez egy idézet, ez egy Nemes Nagy Ágnes idézet, és a végzős, két végzős évfolyamunknak a kiállítását láthatjuk. Van egy-két diákunk, aki nagyon kiemelkedően dolgozik, és nagyon jó a kapcsolatunk a Vitkovics házzal, és akkor kialakult ez, hogy készítsünk egy kiállítást a reprezentatív, a nagyobb méretűbb, a kiemelkedőbb munkáikból. Itt látvány utáni rajzokat, stúdiumrajzokat látunk, tehát hétköznapi tárgyakat, viszont ahogy látszik a képeken is, nem hétköznapi módon, tehát egy picit kezdik felszámolni a hétköznapiságot már az ügyesebb hallgatók, és tényleg itt már egész finom kis diákműalkotásokat láthatunk, úgyhogy sok szeretettel ajánljuk a kiállítást. Még a héten megtekinthető. Hány mű van kiállítva? Kb. 40 mű van kiállítva, 15 diáktól, van akitől csak egy, van akitől több, vannak páros munkák, volt olyan, hogy hallgatók együtt dolgoztak nagyobb méretben, egy több mint egy négyzetméteres lapra, és nem is vágtuk ketté, hanem fent hagytuk, hogy így együtt jelenjen meg a két munka. A legtöbb egyébként keretben vagy paszportúban tekinthető meg, egy-két nagyobb ilyen lapulevél hatalmas méretű lapot kivéve, amit nagyon szépen is találva helyeztünk ki, hogy megtekinthető legyen. Az alkotók milyen életkorúak? Ők hát 16 és 20 év, 16 és 19 év közöttiek, így van. És a tanárok egyébként hogyan tudják segíteni a diákok munkáját egy-egy ilyen kiállítás kapcsán? Igen, ez egy nagyon komplex folyamat, ugye művészetet tanítani nem lehet, vagy nagyon nehéz, de művészettel tudunk tanítani, illetve a szakmát át tudjuk adni. Szerintem ami a legfontosabb talán az a motiváció. Nálunk olyan művésztanárok vannak, akik magunk is alkotunk, illetve maga az oktatás is egyfajta művészet, hogyha belegondolunk, és talán ez a legnagyobb segítség a számukra, hogy példát látnak általunk, hogy mi dolgozunk, illetve hogy dolgozunk velük is, vagy rajtuk keresztül is.
Illetve hát nagyon tehetséges egy-két fiatal. Tehát akinek van tehetsége, az örömmel bontakoztatja ki a szárnyait, úgyhogy ilyen szempontból velük könnyű dolgunk van. Maga az alkotó folyamat nagyon összetett, tehát azt nem mondanám könnyűnek, de végtelenül izgalmas. Ismerem a művész embereket, mert én zenész vagyok, és azt gondolom, hogy aki művészetekkel foglalkozik, az mindig van egy plusz érzékenység. Mennyire igénylik ezek a gyerekek a lelki támogatást? Ez mennyire feladatuk a tanároknak? Nagyon. Ez egy nagyon jó kérdés, több szempontból is. Teljesen igaz, ez a fajta érzékenység, ebből él egy művész bizonyos szempontból, ebből az érzékenységből. Illetve, hogyha a saját korunkra tekintünk, akkor kifejezetten főleg ezt a korosztályt, ezt a gimnáziumot, vagy ezt a kamasz korosztályt, ez egy nagyon érzékeny élethelyzetben van alapvetően szerintem. Hát rengeteg információ éri őket, rengeteg dolguk van, rengeteg feladat van a nyakukban, tehát ezt a fajta érzékenységet egyébként az alkotáson keresztül egy kicsit más szemmel is meg tudják nézni, egy kicsi értéknek is tudják kezelni. Nekünk oktatóknak, nekünk művésztanároknak nincsen könnyű dolgunk, nem is biztos, hogy meg tudom fogalmazni, és hogyan tudunk ezen segíteni. Nem pszichológiai diplomával rendelkeznek. Így van, így van. Ha el szeretném mondani, hogy nekünk annyi előnyünk van, hogy ez egy bentlakásos intézmény. Tehát a ide érkező diákoknak több mint a 80%-a kollégista. Családias már. És egy másik része van, ami a kollégunk ki segíti, támogatja azokat a problémáknak a feldolgozását, a megbeszélését, hogy megjelenik ebben a korosztályban. És ez tényleg át kell értékelni, mert a 21. századnak rengeteg olyan eseménye van, problémája, ami a kamaszoknál megjelenik, és ezeket a feldolgozva a családias hangulat, az élmény jellegű oktatás, ez mindig tesz. És a másik, amit hozzá kell tenni, talán beszélt, a vizualitás. Tehát ahol ki lehet, ugyanúgy a zene, az ember meg tudja élni magát, át tudja élni azt az alkotás örömét, és sikere van, és legfontosabb az, az oktatásban a siker kérdése, akkor sok problémát meg tud tenni. Éppen azért mondom, hogy osztályozó konferenciára érkeztünk, és ismerem a diákokat, és látom azt, hogy aki épp hogy jött más helyről, most 4 egészes tanuló. Tehát ez a iskolatípus, a művészeti iskola abban is segít, hogy kibontakozzon, és sikere legyen. Tehát sikere van, akkor meg lehet a lelke is nyugodt, ezért jobban így van, teljesen így van. Azok a diákok is, akik eljuttak ide, lehet látni a terítés kapcsán, hogy mekkorát tudnak fejlődni. Tehát minden évben látjuk azt. Oda kellett volna járnunk, Petra. nem itt tartanánk. Minden évben látjuk azt, és a kollégák azt mondom, hogy fiatal kollégák. Tehát elismerésem a kollégák, tehát a szakmai kollégák és a közismereti kollégák előtt is. Tehát mindent megtesznek azért, hogy a diákok problémáival és a személyiségével tudjanak foglalkozni. És ha már a tanár-diák kapcsolatot említettük, vagy érintettük, ugye van egy sorozatuk, ez a Mester és tanítványa, ha jól tudom, hogy ebből is lesz majd egy kiállítás. Erről, hogyha mesélne nekünk egy kicsit. Így van. Most a Vitkovics házban ezen a héten lesz vége ennek az aktuális kiállításunknak, és 2 hét múlva, február 9-én nyílik ez a tanár-diák koncepcióra épülő kiállításunk. A hívószó vagy a tematikánk itt a rendszer. Úgyhogy ezen belül tudtak együtt dolgozni diákok, illetve tanárok. Különböző módon történik ez a fajta ilyen csoportoknak a létrehozása. Van olyan, hogy a diák keresi meg a tanárt, van olyan, hogy a tanár keresi meg, van olyan, hogy egy órai munkából indul el egy folyamat, úgyhogy itt rajzok, festett képek, illetve még installációk is láthatók lehetnek, úgyhogy az is nagyon izgalmas. Ez február 9-15 óra. Mennyi jött? Bocsánat. Mondjad. Mennyire gyakorlatorientált egyébként az intézmény? Az intézmény 3 szakirány van. Egyik a grafika, és a grafika az ilyen gyakorlatorientált, hogy számítógép grafikát tanítunk, tehát a hagyományos képzés iparművészet mellett, amit kockológiától a fejrajzig terjed, az alapozás mellett, az Illustratort, InDesignt, Photoshopot megtanulják, és a másik oldalon pedig a videóval ismerkednek meg, a 3D Max-val, a videó képszerkesztéssel, a fotográfián keresztül pedig a alkotó rész is megjelenik. Tehát arra törekszünk, hogy a videó és a mozgókép mellett a fotográfia is alkotó részük legyen a diákoknak. Tehát egy alkotó művészeti ágat tanítunk a diákok számára.
A nyílt napra milyen programokkal készülnek, hogyan teszik csábítóbbá az intézményt? Ez a holnapi nap lesz, ugye kihelyezetten lesz az elmúlt időszakban, a múlt héten is a nyílt napunk. A Vitkovics házban megtekinthetik azt az anyagot, ami a végzős növendékeinké. Tehát fontos az, hogy lássa, hogy milyen, hova jut el diák, milyen alkotásokat, milyen munkákat tud készíteni. A másik rész megismerkedik kihelyezetten a számítógépes grafikai tevékenységgel, a animációs, számítógépes animációval, 3D Max munkájával, a program ismeretével, egy rögtönzött fotostúdiót alakítanak ki a kollégák, tehát be lehet ülni, fényképezni, tehát egy élményszerű rész, és azt gondolom, hogy egy rendhagyó óraként is elmegy. Tehát ha valaki nem ebbe akar menni, és hívjuk és várjuk az általános középiskolásokat, hogy jöjjenek el, nézzük meg. Akkor korhatáros, jó, most csalódtam. De mindenki eljöhet. Tehát én azt gondolom, hogy a kollégák nagyon össze szeretettel várják a Vitkovics Alkotóházba, és akkor a megkoronázása, az pedig azt hiszem, délután lesz, tanár úr egy rendhagyó sétát rendez a képek körében, tehát szeretnék, hogy minél több egrél látogasson a kiállításunkra. Így a beszélgetés végén szerintem fontos, hogy elhangozzon, hogy elsősorban milyen érdeklődésű diákokat várnak. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogyha nyitott legyen. Tehát nyitott alkotókedvű és olyan növendékeket, akik tudják, hogy célokat fognak majd kitűzni maguk elé. Tehát nem azt szeretnénk, hogy beskatujázva, vagy nem tantárgyakban gondolkodik az iskola, hanem készségekben, kompetenciákban. Tehát olyan diákokat szeretnénk, akik van egy készségük, egy képességük, tehát ez mindenképpen tanár jelezte, hisz egy készségfelméréssel kezdődik a intézményben a bejutás, és utána megnézzük azt, hogy tudjuk-e továbbvinni 5 éven keresztül, tudunk-e együtt dolgozni az 5 éven keresztül a diákokkal. Én azt gondolom, hogy tisztességes eredményeket tudunk elérni, hisz látom a kollégát, hogy előrehozott angol érettségit, emelt szintű érettségit tudok letenni angolból is, magyarból is, tehát humántantárgyakból is, illetve történelemtantárgyakból is. Tehát nincsenek olyan gátlások és kockák, hogy ebbe tesszük be a diákot, hanem szeretnénk azt, hogy lehetőséget teremtsük számára a továbbtanulásra is, illetve az életre. Hát ebben szépen elmerültünk. Köszönjük szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánunk mindenhez. Köszönjük a lehetőséget.